Ahogyan láthatjuk, 10 pontja van, Vandenberget megelőzheti akár a mai napon, de hogyha esetleg meg is nyeri a mai fordulót, akkor is még bőven-bőven vonal alatt maradna, és még néhány tornát meg kellene nyernie itt a hátralévő 4 fordulóból ahhoz, hogy valóban reális esélye legyen arra, hogy bejusson a legjobb 4 közé. Igen, talán a hátul lévő játékosokat két dolog motiválhatja. Az egyik az, hogy a napi győzelmi díjért menjenek, ugye amellett, hogy a pontokat még megpróbálják gyűjtögetni, amennyire csak tudják. De azért az a 10 000 font egy este alatt 3 győzelemért az nem egy rossz pénzdíj. És ne felejtsük el azt sem, hogy a ranglistán elfoglalt helyük sem mindegy az év végén, tehát amikor lezárják majd az alapszakaszt. Akkor azért nagyon fontos tud lenni. Az is több ezer fontos különbségek vannak. Ugye 60 000 font jár a 8. helyért, és 65 a 7. majd 70-75, tehát azért ott is még van különbség bőven. Úgyhogy itt azért még lehet gyűjtögetni, ha más nem, legalább a bevételt, ha már a 4 közé esetleg nem is tud valaki bejutni. Ugye az egymás elleni mérlegről beszéltünk már egy picit itt a Premier League-ben. Összesítésben is egyébként Dobby felé hajlik a mérleg. 6 győzelme van Chris Dobbynak, 3 Michael Smithnek, és ugye van egy döntetlenjük. Még egy bemutató mérkőzésről, ami 2020-ban volt, úgyhogy... Azért itt még Smithnek van mit javítani a mérlegen. Van, hogy a legutóbbi 5 egymás elleni mérkőzésből csupán egyetlen egyet tudott megnyerni Michael Smith. Ráadásul a legutóbbi 3-at elveszítette, azt már említettük, hogy az idei 2 Premier League mérkőzés, ami egyébként szintén negyed döntő volt, tehát első fordulós, az mind a 2-t megnyerte Chris Dobby. 6 nyert legig megyünk természetesen, aki nyer, az készülhet az elődöntőre a mai napon, miközben egy gyönyörű kanyar Michael Smith-től, de 167-es kiszállón van Dobby, aki pedig vereséget szenved, az már befejezi a küzdelmeket, és koncentrálhat most már a European Tour fordulóra. 97-tel megy le 70-re Dobby, 145-öt kellene megoldania, viszont Michael Smithnek kellett volna megoldania ahhoz, hogy legyen esélye a kiszállóra, így 58 marad. Jöhet a 70 Dobbytól. Jó a tripla. Az is. Dobja elsőre a dupla 8-at, úgyhogy hozza a kezdését. Közben ugye már jönnek a kérdések a Sport Televízió Facebook oldalán a dárcos bejegyzéshez, ahol ugye Joey és Chandler nagyon nagy élvezettel nézik a dárc közvetítés szintén. Hát ugye itt van, aki a mezőnnyel kapcsolatban elemezgeti az idei évet. Talán még ugye arról beszéltünk régebben sokat, hogy főleg az elején, hogy ki az, akit úgy érzünk, hogy nem feltétlenül a legjobb választás volt. Akkoriban mindenki Vandenberget hozta föl. Itt a Gábor megkérdezi Peter Wright-ot is. Teszem hozzá, Peter Wright a világranglista második helyén állt, amikor a Premier League mezőnye ki lett jelölve, és az első 4 a világranglistán automatikus résztvevő, tehát nem is volt kérdés. És megmondom őszintén, Peter Wright-nak ezt a teljesítménybeli formahanyatlását, ezt szerintem ember nem látta előre. Úgyhogy én ezzel egyáltalán nem, tehát ezzel vitatkoznék, hogy Peter Wright-nak a beválasztása az hiba volt-e vagy sem, mert nem is választották, hanem ő maga játszotta be magát a Premier League-be. Az, hogy ez későbbiekben hogy alakul, majd azt nyilván a jövő dönti el. Nagy előnyben van közben Michael Smith itt a második legben. Egyébként legutóbb mérkőzés Chris Dobby éppen Smith ellen nyert. Az még a Birmingham-i este volt. Sőt, nem is a Birmingham-i, bocsánat, még Newcastle-ben a 8. fordulóban. Dupla 20 fölötte van, de elég magasan van még mindig Dobby. Egyébként amit mondtál, hogy persze vereségeket szenvedett az előző 4 körben, de a játékával nem volt gond. Igen. Ilyen számokkal is alátámasztom, mert egészen félelmetes átlagokkal kapott ki Chris Dobby az előző 4 fordulóban. Csak várjuk meg, hogy mi lesz a legvége. A végén jött a tripla 20, a második nyilát dobhatja Smith a dupla 20-ra. Az is fölötte, de már közelít, és a harmadik hozza meg az 1-1-et. Szóval a 9. fordulóban Berlinben 99-es átlaggal kapott ki Dobby Nathan Espinaltől. Aztán mindjárt folytatom. 180! Reméljük, jó későn lehet majd folytatni. Kipattant a tripla környékéről. Az első nyila Smithnek, ami kipattant.
fölötte a negyedik. Szóval 99-es átlag, utána 106,47 századdal kapott ki Michael van Gerwen ellen, a következő körben 103,27-tel maradt alul a 116-os átlagot produkáló Gervin Price-szal szemben. A múlt héten is volt egy 98-as átlag a Johnny Clayton ellen, de az is vereség lett. És ezt még alátámasztandó, a negyedik legnagyobb, legmagasabb torna átlaga van Chris Dobinak 96,9-es átlaggal. A kiszálló százaléka pedig neki a második legjobb, Johnny Clayton után 41,14. De akkor hol csúszik el ennyire? Hát ott, hogy kevesebb meccsen van ez, tehát így nagyon jól hangzik a százalék, de ugye például csak összehasonlításképpen ő 175 kísérletet dobott el duplára, míg mondjuk Michael van Gerwen 346-ot, vagy Gervin Price 345-öt. Tehát, hogy azért itt óriási számbeli különbségek vannak, ez nyilván az első körös vereségek miatt. De hát ettől függetlenül azt gondolom, hogy Chris Dobie egyáltalán nem érdemtelenül van itt ebben a mezőnyben, sőt, ez bizonyította, hogy nagyon jó döntés volt berakni őt. Elindult a nyíl felé, úgy érezte, hogy jó a dupla 8. Most elindult a nyíl felé, de nem azért, mert jó, hanem azért, mert nincs több, és ki kell venni a táblából. Break lehetőség. Így van, nem. Az szép, ha 40 a maradék, 32-vel kerekített 40-re. Igen. Meg se próbált a tripla felé dobni, hanem ráment szépen a duplára. Most nagyon kéne Dobinak, mert ha breakbe kerül, akkor az nehezen visszadolgozható lesz Smith-szele, már pedig elrontja. Három nyila van rá, pont az előbb mondtam, hogy milyen jól kiszállózik, természetesen jön a hiba, és ezt már nem rontja el Smith. Az első break. 16. nyillal ugyan, de megoldja. Közben jött egy olyan kérdés a European Tour-ra vonatkozóan a kvalifikációs ranglistára, hogy milyen versenyek számítanak bele. Na, 140. Mert hogy ugye van egy oldala a dartsrankings.com, ahol lehet követni a European Tour versenyekre való bekerülés kiemelési listát, illetve van egy Pro Tour Order of Merit, tehát egy ranglista. Na de itt közben röpködnek ám a triplák. 180! 140, 140, 180! De mindjárt folytatom, hogyha hagyják a fiúk. Szóval az a lényeg, hogy mindig van egy olyan határidő dátumban, amikor ugye lezárják úgymond a Pro Tour ranglistát. Ezért nem stimmel, de gyönyörű kerekítés 145-tel 36-ra Smithnek. Izilastos lehet, bizony. Most már megvárom. Az elmegy az egyesbe, az szép 123, de hát jön a tizedik nyira Michael Smithnek. 11. Hoppá. Ebből már nem lesz négy körös. Sőt. Sőt, Dobinak esélye van, rámegy az 57, de nem sikerül. Nagyszerű vissza 19-re, és marad a 40. Dupla 4. Dupla 2. Hopp, ez így viszont érdekes lehet, így már nem annyira. Nem. 3-1. Na szóval például a mostani European Tour versenyekre április 4-ével zárták le a Pro Tour ranglistát, tehát ami utána zajlik verseny, ami a Pro Tour ranglistával beleszámít, az a European Tourok és a Players Championship versenyek. Ezeknek az összessége ad egy külön ranglistát, amit a Pro Tour ranglistának hívunk, és 180! Gyönyörűen kezd Smith. Szóval a határidő adja meg a kiemelési pozíciókat, úgyhogy pont Zolival nézegettük, hogy hogyan állnak ezek a ranglisták, és ugye a tizedik versenyig már ki van jelölve a kiemelés, és még az első kiemel. Negyedik. Negyedik jó. Az is ötödik jó. Is bent van. Hatodik is! Na! Hát akkor most megvárjuk, míg Dobi lehaigálja a nyilait. 140 az is jó, de nézzük a 141-et. Benne ott van! Így a nyolcadikat rontja Smith, és utána természetesen lerakja magát. És megint a tizedik nyilla egyébként rádobhat. Azért Dobi nem adja könnyen magát, tripla 13. Na, tetszik neki a is. A tripla 9. Háromra jön le 183. Az igen. Azért ezt nem tette volna meg, hogyha ő küzd a playoffért.
Hát meg ez most innentől lesz érdekes. Hiszen már nem. Ugyanezt mondtuk az előbb is. Most lesz érdekes, nem? Nem, nem lett érdekes. Pedig én megadom az esélyt, hogy érdekes legyen, de nem az. Még annyi kiegészítésként az előző kérdéshez, hogy a magyar European Tour verseny az utolsó háromra ősszel egyébként 180! Augusztus 15-tel fogják lezárni a Pro Tour ranglistát, úgyhogy az még odébb van. Szerintem kezdjük el hagyni a European Tour-t most már. Nem azért, hát beszéljünk róla, mert akkor mindig jól kezdenek. Szóval a European Tour az majd úgy lesz, hogy nagyon jó lesz a European Tour, és a European Tour... Ez sem működik. Elég élesnek tűnik azért Smith, és megint dobja, ott van 102-es átlagon. Ezzel most sokat nem javított. 57 pont a dobás érték. Azért ezt így viszont nagyon gyorsan lezavaratja Smith. Hú, de milyen könnyedén dobja a szektorokat. 123, 13-as lett a harmadik nyíl. És megint ott tart, hogy a 11. nyíllal kiszállhat. 180! Az előző két legben 10. nyíllal dobott a kiszállóra, most a 11-kel benne is van, 11 nyílas 5-1, világbajnoki játék Michael Smith-től. Mondom is a számokat, mert azért itt már érdekessé vált. Kérlek szépen, 103,2-es átlagon van Chris Dobby. Michael Smith 106,55, és 131,78-as első 9 nyíl Michael Smith-nél 38% fölött kiszállózik. De mikor kaptál ki legutóbb 103-as átlaggal? Szerintem semmikor. De nekem nem kell korát dobni egyáltalán, hogy kikapjak. 140, egyébként parádésan dob-dobi. Hát ez, na így van magasan az átlaga, és közben megnézd meg, szenvedi el sorban a zakókat. Ez egy gyönyörű számok, 1500 pluszos, 10-140 pluszos, 7 darab 180. Ráadásul mindegyik elég testvéries megosztásban. Kiszállón van Dobby, és nem lesz kiszállón Smith, de hát annyi lehetősége lesz ezt a plusz egy leget behúzni, mint víz a tengerben, vagy csillag az égen. Ez túlságosan nagy kerekítő nem lesz. 56. Kényelmesen érkezik le Dobby. 180! Így azért elég komoly a nyomás Dobin, már legalábbis ezt szoktuk mondani ilyenkor egy mérkőzésen, nem hiszem, hogy nagyon megemelkedett volna a pulzusa. Hát most, hogy tripla hetet dobott. A 19 kellene. Nincs meg. Hát ez a két kör most eléggé kis gyámoltalan volt, meccsnyira lesz Smithnek. Így egy. Elég. 6-1-re megnyeri Michael Smith. Mondanám, hogy elég komoly erődemonstráció volt, de ez elég komoly Smith játék volt. Dobinak pedig ezzel a játékkal sem volt igazából esélyes. 100 fölötti átlaggal kapott ki megint, és 105,58-al jutott tovább Michael Smith. 43%-os kiszálló. Ez az a Michael Smith, akit láttunk a VB-n, és az a Michael Smith, aki szeretne bejutni a legjobb négybe. És az biztos, hogy világbajnok ellenfele lesz majd a következő fordulóban, hiszen Michael van Gerwennel és Peter Wright-tal folytatjuk. Annak a meccsnek a győztese játszik majd Smith-szel.